Még a karácsonyfa alatt várakoznak, ám hamarosan gazdára találnak a táskák. Tele vannak alapvető higiéniai termékekkel, melyeket az úgynevezett menstruációs szegénységben élő nők számára gyűjt a Nem Luxus Táska nevű szerveződés. A mozgalmat 2018-ban alapította három nő, akik foglalkozásuk révén is érzékenyek a társadalmi problémák iránt. Voltam egy évet kint cserediákként Ausztráliában, és a Facebook oldalon még megmaradtak ezek a belájkolt oldalak, és egyszer szembe jött velem ez az ausztrál kezdeményezés december elején, ugye 2018-ban, és rögtön megjött hozzá a kedvem, hiszen én otthon szervezési tanácsadó vagyok, nekem a feladatom alapvetően az, hogy az emberek megváljanak a felesleges dolgoktól, így jött ugye a táska, hogy ha van otthon egy felesleges táskád, akkor válj meg tőle. A táskába idén a járványügyi helyzet miatt olyan egységcsomagokat várnak, amikben sokféle típusú termék található. Egészségügyi betét, szappan, tusfürdő, sampon, hajbalzsam, kézkrém, maszk, kézfertőtlenítő, fogkefe és fogkrém. Szombathelyen az egyik nyelviskolában gyűjtik a táskákat. Szerdánként reggel 9-től este 6-ig van csomagátvétel, ezt követően a táskák karanténban várakoznak 48 órát egy helyiségben, mielőtt tovább szállítanák őket. Az idei a harmadik adománygyűjtés. Ezt a Máltai Szeretetszolgálat végzi, hogy ellenőrzik, mik vannak a táskákban, illetve olyan adományok is szoktak, inkább ennek a pozitív oldalát fognám meg, hogy sokan keresnek meg minket is azzal, hogy ők nem csak a táskát szeretnének, mondjuk vállalatok, cégek, akik szeretnének más módon adományozni ennek a társadalmi rétegnek, és akkor őket a szervezőkkel kötjük össze. A szervezők személyes üzenetet is várnak az adományozóktól a táskába, ezzel még emberközelibbé válik az akció. A gyűjtés január utolsó szerdájáig tart, addig várják a Nem Luxus Táskákat Szombathelyen a Király utcai nyelviskolába. Ezeket a Máltai Szeretetszolgálat osztja tovább a rászoruló nőknek. Idén a vírushelyzet miatt sokan választják az egyik népszerű csomagküldő szolgálatot is. Tavaly országosan 17 000 táska gyűlt össze.